Szevasz, üdvözlöm mindenkit ezzel a szép napon, reggelen, délutánon. Nálunk jelenleg 3 óra múlott, ugyanis itt van a Lukas. Szervusz! Aki nem még ért haza az iskolából, milyen volt az iskola? Jó! Jó volt? Uh-huh. Hány nap van még? 4. 3. Ja, nem, 2. Hát, ja, milyen nap van ma? A és három van. Ked van ma. Nem. Nem, mi? Nem mindegy. Pár nap van az iskola szünetig. És kezdődik a... Téli szünet, 2 hét, majd legyünk egy pár helyre, megyünk abba a vidámparkba, abba a Hoosierbe valószínű, megyünk majd moziba, aztán majd meglátjuk, ott fogjuk milyen idő lesz. Bazd idő, amúgy mutatom nektek, elég ilyen szép idő van. Jönnek, mennek a felhők, itt-ott néha csöpörög az eső, dolgoztunk megint egy kicsit a csónakon, a másikon is, apukám épp, hogy most ment csak el. És nem más fogunk csinálni, mert meg fogunk ebédelni. Aztán mai videóban akarok nektek mutatni egy ilyen régebbi videót, amit régebben filmeztünk, majd megmutatom. A múltkori videóban ugye mondtam, hogy lehet, hogy már nézzünk a Lukasszal ilyen régebbi családi felvételeket, és megmutatjuk nektek is legalábbis egy pár rész belőle. Lesz sorsolás, és el kell menni a boltba szokás szerint. A David mit csinál? Sír valamiért? Mi a baj? Csak játszani akart egyet a Lukasszal, de ilyenkor ugye ebédelünk, a Davis már megebédelt korábban, én most megebédeltem, a Lukasz még eszik, és nem mást eszünk, mint ilyen csirkét, mutatom milyen csirkét, előre megcsinált csirkét. Rettentő régóta nem ettünk ilyen csirkét, komolyan mondom. Nem Lukasz, mikor volt utoljára? Én nem tudom. Általában ugye mindig a feleségem csinálja, mi egy-kettő? Hónapja. Egy-kettő év. Éve? Persze, ne hírskedjél. Általában mindig a feleségem csinálja, bár nem ilyen egybe csirkét, mint ez. Ugye ez ilyen egybe csirke. Ilyen rendes, ilyen felszületet. Na minden. Ugyan, én megemléreltem. A Davis most éppen ezt teszik a feleségemmel. Visszarakom az italomat a hűtőbe. És megmutatom nektek ezt a videót. Lukasz, tudod, melyik videót mutatom meg nekik? Amit te készítettél még annak idején, amikor 2011-ben? Nem! De, nem az egész, csak egy részletet. A Lukasz készítette ezt a videót az én segítségemmel. Ez volt az első rövid filmje a családról. Bemutatta a családot végül is. Nem, mikor leültél a székbe. Tudod, mikor ott leültél? Ja, azt, bemutatta a családot, mármint mink. 11-ben volt? 12-ben. Na mindegy, ugye fent van a YouTube-on, azt hiszem, nem ezen a csatornán, hanem a másikon még. Akkor volt az, amikor én sok ilyen rövid filmet készítettem, és a Lukasz is akart készíteni, és ugye készített is, na várjál. Aztán közben betöltöm majd a múltkori videót, és sorsolunk. Na, érkezett a Lukasz is, közben megtaláltam a videót. Mutatom nektek. Itt van ez a YouTube csatornám, ugye ez a másik. 365-en nézték meg, oda nézd. 5-en szerették, nem nagyon sokan nézték. Nézni a kommentek? Várjál, majd utána. Jó. És egész végig nem mutatom a videót, hogy ugyanis copyright van benne, olyan zene van benne, ami a YouTube engedélyezett, de lehet, hogy letiltja. És ez csak pár másodpercet tudok belőle mutatni, mégis ez benne a lényeg. Úgyhogy indítom, rendben van. És ez nem az eleje, vagyis az eleje. 25 másodperc, ez ilyen bevezető. Na várjál, hol van az indító? Van. Mutatom, indul. Hi, my name is Lukasz Molnár. I'm 3 years old. I'm making my first movie. This movie is about my family. Nézd, ott a papa, milyen pici voltál még, te! Amúgy ezt én szerkesztettem, de a Lukasz mondta, hogy hogyan csináljuk nagyjából. Ott a mama, nézd! Nézd, banánt teszel! Ott van az öcsém. Látod, milyen pici voltál? Ilyen motorral játszottál. Ja, te! Nagyon-nagyon régi. Milyen volt a hajad? Majdnem ívó. Ja, ilyen jó hosszú. Ja, arra van, nagyon hosszú, és arra pici meg. Szeretem, hogy nincsen fogom így. Itt elmondta, hogy miket szeret. Én csak szeretem, mikor én csinálom ezt.
Én csak beszélek. Ó, csak beszélsz, beszélsz. És én csak fogom a kezem. Na várjál, menjünk tovább. Várj, én írtam. Aztán még egy utolsót, még mielőtt elmegyünk. Mit csinálsz? Mi nyitott ki a szállat, te? Ez egy rövid filmnek az előzetes, amit én készítettem. Én játszottam, én szerepeltem benne. Az nem. Nem, ez egy másik. És ezt a filmet lejátszották amúgy egy ilyen fesztiválon. El is mentünk én, a feleségem, meg az öcsém. Te nem mentél el, csak én mentem, így hárman mentünk el. Nem jártam vele semmit se, de a filmet lejátszották, őt nevettünk rajta. Biztos szerették, nem mondták, hogy nem szerették, nem bútak, mikor ott játszották, ugye. Mikor megy a moziba, ugye, na mindegy, el voltunk. Mentünk, ittünk egyet, meg megnéztük, de ez csak a bemutató. Majd lehet, megmutatom a filmet is. Na figyelj, mutatom! Na, elég a régi videó nézésből, most nem más csinálok, mint kiválasztunk egy szerencsés nyertes. Ugye a múltkori videóban mondtam nektek, hogyha szeretnétek nyerni egy ilyen fidget spinner, akkor sem más nem kell tenni, mint megírni, hogy mióta nézitek ugye a csatornát, a videóimat. Ezt nagyon sokan meg is tettétek, és a mai videóban egy valakit ki fogunk választani. Videó betöltődött, mutatom nektek. Úgyhogy a szerencsés nyertes nem más, mint... Várjál, amúgy most ezt az oldalt használom, mert a másik oldal nem akar rendesen működni. Na, figyelj! Ráfokuszáltunk, és a szerencsés nyertes nem más, mint... A... Mindjárt... Jampó! Három éve lájkoltam, best vagy. Köszönöm szépen, három éve nézel. Ugye a csatorna most lesz 3 éves, július 11-én. Gratulálni szeretnék neked. Arra kérlek meg, hogy írjad meg a címedet, hogy hova küldhetem ezt a fidget spinnert. Aki nem nyert, nem kell elkeseredni, ugyanis lesz még ilyen. Valószínű, hogy ki fogunk még sorsolni még egy, vagy még kettő ilyen fidget spinnert a következendő egy pár héten belül, hogy miért, majd meglátjátok. Ugyanis valószínű, hogy kapok egy párat, úgy néz ki. Majd meglátjuk. Amint ide érkezik, bemutatom nektek, és fogunk játszani, sorsolni. Tehát lesz még ilyen, még fogunk sorsolni, mást is fogunk sorsolni. Úgyhogy ezt én itt most lezárom. Még egyszer a szerencsés nyertesnek szeretnék gratulálni, Jampónak, nem tudom, hogy mondják. Ne felejtsd el a címedet megírni, hogy el tudjam neked ezt küldeni. Kint, ilyen felhős, szép az idő. Holnapra amúgy jobb időt mondhatok, legalábbis nagyon remélem. Bár szombaton meg vasárnap is ugyanazt mondták, hogy holnap jobb idő lesz. Minden nap azt mondják, hogy holnap jobb idő lesz, csak a jobb idő sose érkezik ide. Még mielőtt hoppál indulunk, leültünk játszani, ugyanis a feleségem még készülődik. Nem mással játszunk, mint mivel játszunk. A Grand Theft Auto. Amúgy mindenkinek meg szeretném köszönni, hogy írtátok ugye a játékokat, hogy jelenleg ti mivel játszatok. Meg én ugye... mondtam bent. Mit mondtál be? Ja, de kommenteket mondom, és mindenkinek meg szeretném köszönni. Egy pár játéknak majd utána fogunk nézni, amit többen kértétek, hogy nem mutatnák majd meg, hogy nekünk milyen játékaink vannak. Megmutatjuk majd nekik? Én mutatom a csatornába. A Lucas csatornában, a Lucas Molnár magyarul vagy. Na, a Lucas Magyar Molnár. Lucas Magyar Molnár csatornán meg fogja mutatni, hogy milyen játékaink vannak. Ott bent sok, ami azok régi játékok. Új játékunk mostanában nem nagyon van. Nem, mostanában... vagy kettő. Ja, de a Lucas mindig a Minecraft-tal játszik, én meg általában a Grand Theft Autóval. Ugyan, én átöltözök, ugyanis ez az ilyen itthoni ruhám, ebbe festettem. Nem festékes amúgy, mert ez nem a festékes ruhám, de... Na minden, értitek, mit mondok. Úgyhogy átöltözök, aztán elindulunk, és kell venni egy pár tolót. Nehogy ne én valamit elfelejtsünk, és képzeled, hogy mit felejtettünk el múltkor. Kekszet venni reggelire, és nem ettem. Kétszer is elfelejtettünk, és anyukámtól kellett kérni, szerencsére neki volt 3 darab, és ezt reggeliztem ma reggel. Úgyhogy ma azt kell venni, feltétlen. Átöltöztem. Amúgy van hozzátok egy kérdésem, a csatorna
3 éves lesz július 11-én, és a héten én hány éves leszek? Kíváncsi lennék, hogy ki tudja, hogy hány éves leszek. Egyszer volt egy ilyen kérdés, hogyha apukám ugye nem tudom hány éves, anyukám ennyi, az öcsém annyi, akkor én hány éves vagyok, nem? Vagy mi hány éves vagyunk? Nem tudom, ki emlékszik erre a játékra, vagy ki nem. Egyszer volt egy ilyen játék, és lehetett nyerni körülbelül egy évvel ezelőtt. A héten én betöltöm a, ki tudja a hányadik életkoromat. Lukasz, hányadik életkoromat fogom betölteni? Én nem mondom. Nem mondod, jó van. De nem! Adjunk 3 lehetőséget nekik. 25 leszek, 30 leszek, 36 leszek, adjunk 4 lehetőséget. 39 leszek. Hány éves leszek? Szerintetek hány éves leszek? 25, 30, 36, 39. Nem mondjuk meg. Gondoljátok ide a videó alá, írjátok meg, bár most nem lehet semmit nyerni, tehát csak kíváncsi vagyok, hogy emlékeztek el még rá. Valakik újak a csatornán, ugye régóta, nem régóta nézik a videót, ők lehet, hogy nem fogják eltalálni, de mennyinek nézek ki? Hány évesnek nézek ki? Múltkor volt egy ilyen kérdés, Lukasszel erről beszélgettünk, azt mondta Lukasz, hogy hány éves mondtál? Hánynak nézek ki? 25-nek, ugye? Ja, bár akkor mondtam, hogy hány éves leszek, nem? Nem árultam el nekik? Készen vagyunk! Azt mondom, hogy elviszem ezt a kamerát, majd ezt a szemleget a kamerával, ugyanis mit a kamera, ugye? És ezzel próbálok egy kicsit filmezni majd, amerre megyünk. Mostanában nem olyan sűrűn használom ezt mint régen. Itt a kamera, látod? Davis nézi, hogy ki ez beszélek, itt nincs kezembe a kamera, és nem tudja, mi történik. Itt a kamera, itt van a szemüvegben, látod? Ja, benne van, itt egy nagyon pici, nézd, itt, látod? Itt, látod a lencsét? Ott a kamera. Say hello! Szia, szevasz! Opa! Na, hol a cipőm? Ne kapcsoljuk a villanyt. Shoes. Thank you. A másikat is. Köszönöm. Opa, hová? Oda. Köszönöm. Na. Zseblámpa. Van itt minden játék. Autó. Opa! Davis elesik. Megvan minden. Kulcsunk. Úgyhogy mehetünk. Már nyitjuk az ajtót. Na, gyere ide. Felveszünk, hogy kirohanjon még a végén az úttestre. Megvan mindenünk. Ja, csöpög a eső. Nyitjuk, újságot megint behozzuk. Megint ide dobták, látod? A múltkor ott volt. Megnézzük, hát ha van valami a postavárdában. Sehogy semmi. Opa, újság. Opa. Újság. Na, jöttünk. Nincsen ezen olyan biztonsági év. Látod, erről lefelejtettünk. Ja, mit kérsz? Hoppá. Banán, hol a banán? Eltűnt a banán. Várjál, maminál van a banán. Lajvesz, banán? Banán. Banána. Davis rettentően szereti a banán. Tessék, fogod? Úgy, na, most mehetünk tovább. Biztonságot lefelejtették. Jó, mandarin. Kell mandarin is. Várjál, kell egy zacsi. Lukasz, kell egy zacsi. És viszünk mandarint. Kell venni krumplit. Jó, which one? This one? $4 kilója. Hi? Mexikai. Yeah. Aztán van ilyen másik $3. Aztán 4.50-ért az a másik fajta. Mi? $6. Igen, $6 ezzel a kis picivel. Nem semmi. Ami le van árazva rátlába, 10-be szokott kerülni. Na, kell venni. Ne, vesszük le a szemüveget. Tudom, ott a szemüveg. Na, ezt iszom, látod? Ezt az energiai itot iszom én. Már ez össze van nyomódva. Hey! Le fog esni. Nézd, befejezte a balányát, és ki akar szállni most a székből. Lukasz, hol vagy? Lukasz, fogd meg ezeket? Fogd meg kettőt, aztán visszük a kosárba. Visszünk négyet belőle. Ez nincs amúgy dobozva. Ezek látod, vannak dobozva, ezek le vannak árazva, ez a V, meg ezek $6. Mire várunk? Mit csinálsz, nyuszi? Ide. Ajj, no, over there somewhere. Hol van a biszkit, hol van a... Amit reggel eszek. Minek hívják? Vók. Mennyi? Na, sétálunk. Nézd, féláron van. Ezt a halat szeretem, hogyha viszünk belőle egy 3-ot.
$1 darabja. Megtaláltuk a levest. Nézd, ezt a levest szeretem. 1,80, most nincs leárazva. Viszünk belőle mennyit? 1-4 darabot. Mit csinálsz, te gyuszi? Lukasz, megfogd ezt a kettőt. A feleségem sorbálott a sonkásnál. Én pedig eljöttem ilyenekre. Mit csinálsz? Nyúl a kezedbe. Mit hoztál? 2,50, le van árazva valami, látod? 5. A rizs, tessék. Megjöttünk, végeztünk. Kiül be először. A Davis fog beülni először, csak ki kell nyitni azt az ajtót. Lukasz, lánya, nyitom az ajtót. Megkodálom a kulcsomat. Hozzáérkeztünk, már megint nem más csinálunk, mint játszunk. Itt van az egész, majdnem az egész család, kivéve a feleségem. Nem mással, mint a GTA-val szokás szerint. Úgyhogy nem más csinálunk, mint azt mondom, hogy lassan befejezem ezt a videót is. Nem akarom túl hosszúra csinálni, mert néha ugye kapok kommenteket, hogy jók a videók, csak néha kicsit túl hosszúak. Úgyhogy ezt a mai megpróbálom rövidebbre venni, bár lehet, hogy ez is hosszú lett. Majd meglátom, hogy hány dolgot szerkeztek bele ugye a szemüveggel. Jön a felhő, látjátok? Jön a felhő, megnéztem. A csónak még mindig szárad. Meg lehet most már fogni, de nem száraz, száraz, száz százalékig. De talán nem lesz baj, remélem, hogy nem is ér ide az eső se. Úgyhogy ezt a mai videót én itt most befejezem. Majd le kell vágni olyamat, ahogy látjátok, mert kezd hosszú lenni. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét. Szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok! Szevasz!